Csináltam egy kis rendet itt a fóliába. Igen, szép ez a borsó, nem? Minden megvolt alvó fejlődésben. Hát ez valahogy kinéz. Ott azok a paradicsomok azok. Ilyen lugas. Ez így föl lesz futtadva. Barlamadzagra szépen rátekeredik. Ott háttól egy kicsit sűrűlettek ültetve. Sajnáltam, így is maradt hára. Ezek sárga paradicsomok. Nem tudom mekkorák lesznek. Mert ilyen determinált csak így. Egy méteres. Hát itt pedig a csillik. Volt jó pár, aminek gyökere semmit nem fejlődött a kis porrakban. A hideg miatt. Most talán majd itt a melegben megindulnak. 38 fok is van. Pedig habanéró. Ez a 8 szezon vegyes, ilyen nagyon erős. Pedig a halapennyok killódnak. És már jön a meleg, úgyhogy biztos robbanni fog a közepük itt. Elég haloványkák. Na hát még van idejük. Ez pedig az első vetés, ami ilyen tesztvetés volt, halapennyó. Gírbe gurbák, égett, nyomi, nem az így virágzik. Ez a paradicsom is már hatalmas. Ez valami kilós. Kilós paradicsomokat is terem hagytól. És volt a nem. Ott van mi grópusz. Még mehet a csigaméreg, amikor termést tesz, vagyis hát virágzás után már nem nagyon. Képesek mindent elrágni. Itt is volt mirágás. Volt kettő, ahol egy cselet is meg vannak rágni. Húztam rá egy plusz fóliát, mert kiszabta a szél. 4-5 napon keresztül fújt a szél egyfolytában. És ilyen gyártási hiba volt, úgyhogy... Hogyan mondjam, hogy vastagabb volt a fólia, és ahogy meg volt törve. Látni is benne ezt egy csikot itt mi. A mentén szépen elkezdett szakadni. Úgyhogy most volt még egy darab fólia, és pont jó lett rá. Úgyhogy most dupla. Legalább egy kicsit a fényt is leveszi. Úgyhogy ezek a csirik még egyszer majd át lesznek ültetve, ha berobbannak.